Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Második hazai meccsét is megnyerte a Marsó NKK. 2-1-es vereséggel búcsúzott a Magyar Kupától a kisvárdai futballcsapat. Az Ibrány vezeti a megyei első osztály tabelláját. A Szeged ellen is győzött a nyíregyházi kosársuli. A világbajnokokkal érkező Szegedet fogadják a nyíregyházi tekézők. Több ezren fociznak a megyében a Bozsik program keretében. Második hazai meccsét is megnyerte a Marsó Nyíregyháza, Sitko Ernő együttese a Pécs ellen győzött 84-78-ra. Talán nem tudás azt mondani, hogy ezt a meccset kétszer nyertétek meg, egyszer az első három negyed alatt, aztán a mérkőzés utolsó 5-6 percében. Igen, így van, sajnos megint a megszerzett előnyünket visszaadtuk az ellenfélnek. Bár próbáltunk az elején adni egy picit az ellenfélnek, ugye az soha nem jött be nekünk, hogyha előnyben játszunk, és ilyenkor mindig túlságosan megnyugszik a csapat, ezen javítani kell. Akkor is ugyanolyan fegyelmezetnek kell lenni, mint abban az időszakban, amikor ezeket az előnyöket felépítjük. Figyelni kell rá, mert most még sikerült újra megfordítani, sikerült újra talpálni, de ez nem lesz így mindig, és legfőképp idegenben nem lehet ilyet megengedni magunknak. Mennyiben játszott más, vagy mennyiben játszott jobban a csapat, mint az első marseilli hazai szintén győztes mérkőzésen? Úgy gondolom, hogy ez egy teljesen más mérkőzés volt. A Pécs egy szervezett kosárlabdát játszik, ellenük mindenképpen más a támadó játékunk, illetve más ellenük játszani. Ez egyik, a másik pedig már láttak minket játszani, úgyhogy bizonyos dolgok arra fel tudtak készülni. De nagyon örülök annak, hogy sokszor megtaláltuk a következő opciós lehetőséget. Ugye a játékaink úgy vannak felépítve, hogy valamilyen célt el szeretnénk érni vele, majd ha azt a célt levédekezik, akkor mindig van második, harmadik, negyedik opció. És örülök annak, hogy a második opciókat már elővettük. A következő mérkőzésen majd elő kell venni a harmadik és a negyedik opciókat, majd utána pedig új játékokat tanulni, hiszen tovább előre kell lépni, mert mindenki készül ellenünk, és mindenki tudni fogja, hogy milyen játékot játszunk. Busiván személyében egy fiatal játékos kezébe adtad kezdőként a karmesteri pálcát, mekkora rizikót vállaltál ezzel, vagy vállaltál egyáltalán? Úgy gondolom, hogy azért elég nagy rizikó, és kevés az az edző, aki meglépi Magyarországon, hogy egy fiatal magyar játékosnak adja a karmesteri pálcát, de úgy gondolom, hogy egész szépen élt ezzel a játék lehetőséggel. Szerettem volna, hogy a csapatunk egy kicsit kontrolláltabban játszon, mint az előző mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Három mérkőzésből két győzelem. A kezdés előtt ezt aláírtad volna? Nem, hármat szerettem volna nyerni. Kaposváron is győzni akartam. Még mindig nagyon fáj az a vereség. Azért, mert pontosan ez a kontrolláltság hiányzott a csapatunkból, és ha ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy azt is nyertük volna. A következő fordulóban Szolnokon léptek pályára. Nyugodtan lehet mondani, hogy abszolút esélyes a hazai csapat a mérkőzésnek. Milyen meccsre számítasz, és mire lehet jó az a mérkőzés? Igen, tehát hogyha visszatérünk az előző kérdésre, akkor a 4-ből 3-at írtam volna alá a bajnokság előtt. Szolnoknak erős csapata van. Ráadásul egy nagyon kemény szurkolótábor elé megyünk, ahol úgy gondolom, hogy olyan körülmények fogják fogadni a csapatomat, amihez nincs minden játékos hozzászokva. Itt még fontosabb lesz, még jobban fogunk tudni gyakorolni, hogy azt tudjuk játszani, amit mi szeretnénk. Az a legfontosabb, hogy ne olyan kosárlabdát játszunk, amit az ellenfél megenged nekünk, hanem olyat, amilyet mi szeretnénk, és mi próbáljuk rákényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Szolnokon ez nehéz lesz, de megpróbáljuk megoldani. Szolnokon még jobban kell figyelni a labdákra, nem lehetnek buta, előkészítetlen dobások, mert azonnal büntetnek minket, és azonnal indításokat kapunk vissza, ami ellen nem tudunk védekezni. Tehát a célunk mindenképpen az, hogy megszerzett lepattanóból gyorsindítás. Ha nem tudjuk befejezni a gyorsindítást, akkor föl kell állni, és ameddig csak lehet játszani kell, próbálni fárasztani a Szolnokot, aztán meglátjuk, mire lesz elegendő. A mérkőzés napján tudtad meg, hogy kezdő lesz, milyen érzések kavarogtak benned a meccs kezdéséig? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam ideges, bár Ernő úgy közölte nekem edzés végén, hogy nehezen rágódj, vagy nehezen agyalj egész délután. Hát az egész délután nem is, de 80%-án ezen agyaltam. Idegesen is kezdtem, de volt ott egy 3 pontos, ami úgy érzem megnyugtatott, meg hogy az egész csapat idegesen kezdett kicsit, valami 9-2 is volt, ami 10-2, aztán fokozatosan visszajöttünk, és átvettük az irányítást a találkozó felett. Amikor a negyedik negyedben kiegyenlített mínusz 13-ról a Pécs, nem fordult meg a fejedben, hogy gond lehet? Nem. Igazából nyilván frusztráló volt bent, de
abban a periódusban azt hiszem 5-3-as dobtak, köztük az Antoni család, a fiatal srác 3-ból 3-at. Igazából ezek benne vannak. Bosszantó, hogy minden meccsen van egy ilyen periódusunk, már a felkészülés óta, hogy több mint 10 pontos előnyt tudunk körülbelül így 2 perc alatt elherdálni. Belülről nem mondom, hogy nem hibáztunk, de nem volt olyan kapitális hiba, ami ezt okozta volna, úgyhogy úgy éreztem, hogy kicsit nekem is úgy össze kell fogni a csapatot, hívni 2 hosszabb, nyugodtabb, jó játékot, hülyén hangzik, de dobni 2 egyszerű kosarat és kivédekezni 1-2-t. Így is történt, visszajött a ritmusunk, és onnantól úgy éreztem, hogy elengedhetjük ki a győzelmet a kezünkből. Már mi csak 3 fordulón vagyunk túl, hogy érzed, milyen lesz ez a csapat, és milyen lesz ez a bajnokság? A bajnokság piszkos erős, nem is tudom igazából utóbbi éve, mikor volt ennyire erős. Úgy értem, hogy nagyon sűrű a mezőny, tehát talán 3-4 csapat, a nagy csapatok Szolnok, Albakom, Körmend, meg a Paks kiemelkedik, de ezek a csapatok is mindenki ellen szenvedni fognak idegenbe, és aztán van egy olyan 10-es mezőny, hogy bárki, bármikor, bárki tényleg. Hát láttuk, hogy a MAFC ellen, aki előzetesen ugye MAFC-nek talán Nyíregyháza volt úgy lebecsülve, na most nekünk már van 2 győzelmünk a 3 meccsből, és a MAFC pedig megverte azt az Etét idegenbe, aki a előző fordulóban az Albakompot megvert idegenbe, ami nem kis fegyvertény. Úgyhogy tényleg azon fog múlni ez közül a 10 csapat közül, hogy kikerül alulra, kikerül felülre, hogy milyen idegenbeli bravúrt tud maradni az egyik csapat a másik felett. És hát idegenben van az a közhely, hogy körülbelül 20 ponttal kell többnek lenni, vagy jobbnak lenni az ellenfélnél ahhoz, hogy nyerjünk. Reméljük Szolnokon is 20 ponttal jobbak tudunk lenni, mint az ellenfél. Búcsúzott a Magyar Kupától a Kisvárda Masztergód. Az országos főtábla 3. körében lejátszott mérkőzésen Sós Imre együttes a Békés Csabát fogadta, és a vendégek 1-0-ás félidő után 2-1-es győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Csalódott vagyok természetesen, de nem csak az eredmény miatt, hanem a látottak miatt, mert elindult a csapat egy úton, és mind a 22 játékos ehhez a csapathoz tartozik. Nem tudom elképzelni, hogy mi az oka annak, hogy 10-11 játékosom átérzi annak a jelentőségét, amit mi szeretnénk látni a pályán, és amivel úgy gondolom, hogy ki is tudjuk szolgálni a közönségünket. A másik 10-11 játékos sokkal kényelmesebben, nem azt mondom, hogy lézeng a pályán, de nem azt a tüzet és nem azt a harci szellemet viszi ki, nem azt a küzdeni tudást, ami kell ahhoz, hogy a csapat meccsen tudjon nyerni. Ezzel gondolom arra célzó, hogy olyan játékosok kaptak most lehetőséget, akik a korábban kevesebbet, és nem mindenki élt vele. Igen, azt elmondtam már a mérkőzés előtt is, hogy számunkra mindenféleképpen a Dunaújváros elleni bajnoki meccs élvezi a prioritást. Ennek megfelelően megadtuk a lehetőséget a keret többi tagjának is, hogy bizonyítsa be, hogy igenis helye van a kezdőcsapatban. Nem mondom azt, hogy nem voltak jó teljesítmények, de én ennél sokkal nagyobb tüzet vártam a srácoktól, mint ami nekem lejött a meccsről. Visszatérve ismét az első félidőhez, szünetben ugyan hátrányban, de egy gólos hátrányban volt a csapat, biztál még ettől függetlenül abból, hogy esetleg sikerül megfordítani, ha nem is megfordítani, egy hosszabbításra menteni a meccset. Természetesen. Én úgy gondolom, hogy az első félidő alapján mindenféleképpen megvolt a lehetőség a mi játékunkban, hiszen 3 vagy 4 olyan szituációs volt, amikor az NFL kapusa bravúrral védett. Azt is tudom, hogy a 11-es megelőző szituáció, ami véleményem szerint azért egy nagyon nagy ajándék volt a Békés Csaba részére. Olyan védekezési hiba leszte meg, ami betudható annak, hogy ebben a felállásban még nem játszott a csapat, illetve voltak olyan játékosok, akik nem a posztjukon játszottak, de ennek ellenére mi egy csapat vagyunk, nekünk ezt a meccset is hozni kellett volna. Én azt szerettem volna, hogy a csapatom tovább jusson. Én bíztam abban, hogy a második félidőben esetleg gólt fogunk tudni szerezni, de túlságosan vérszegélyre sikerült. Rátérve a Dunaújváros elleni mérkőzése, minden bizony a másik szállításban lép majd pályára a csapat. A legutóbbi bajnak egy nagyon jó játszott győzött Mezőkövetyen, az együttes most milyen meccsre lehet számítani a tavasszal még NB1-es Dunaújváros ellen? Én nagyon bízom abban, hogy hazai pályán meg fogjuk tudni verni a Dunaújvárost. Azt a játékot szeretnénk játszani, amit Mezőkövetyen is bemutatott a csapat, illetve az utolsó hazai mérkőzésünkön a Budaörs ellen, akkor nem lehet probléma, mert olyan képesség meg harci szellem van a társaságnak a másik felébe, amit hogyha átviszünk, akkor azt a meccset nekünk meg kell nyerni. Egy osztálykülönbség volt a két csapat között a papírforma, a Békés Csaba továbbjutását ígérte, ez is történt, de nagyjából ilyen mérkőzésre számítottál? A Magyar Kupában azt mondanám, hogy mindig ilyen meccsekre kell számítani. Magyar Kupa, hogy kupában, azt már a világon be van bizonyítva, hogy nincsenek az osztálykülönbségek, nagyon ritkán jönnek ki. Mai meccsen is az volt, azt mondanám, hogy az első félidő alapon
a hazai csapatnak sokkal több helyzetük volt, tehát Musics hármat nagyot védett, és tartotta a csapatot mérkőzésbe. Sikerült egy gólt betalálnunk egy 11-esből, de azt mondom, hogy a játék, mint a játék, nem lehetett látni az osztálykülönbséget. Második fél időben azt mondanám, hogy akkor már egy pár cserével felhoztuk a szintet a saját játékunkba, ami adódott abból, hogy jobb támadásokat vezettünk, közelebb tudtunk hozni a labdát a kaphoz, ami be is jött, egy szép támadásból második gólt tudtunk szerezni. Mellette volt még egy felső rész, amit eltaláltunk, de azt mondom, hogy a másik fél időben jobban játszottunk, megérdemeltük a másik fél időt, az első fél időt, azt mondom, a Kisvárdának adnám oda. Idegenben Gyulaházán aratott 4-0-ás győzelmet az Ibrány a labdarúgó megyei első osztály 9. fordulójában, így továbbra is Gellicki Máté együttes áll a tabella élén. A legutóbbi fordulóban az Ibrány 4-0-ra győzött Gyulaházán, így megőrizte vezető helyét a tabella. Milyen mérkőzésen gyűjtöttétek be a 3 pontot? Egy nagyon feszült hangulatú mérkőzésen. Gyulaházán előtte nem nyert senki sem, ezért én is arra számítottam, hogy nagyon komolyan kell venni a mérkőzést, és jó ellenféllel játszunk, ez be is igazolódott, de az első gólig volt, azt mondom, hogy kérdéses, hogy ki nyeri meg a mérkőzést, utána azért már a páros kiállítás után, meg még nagyobb területünk maradt, nem volt kérdés, hogy akkor mi nyerünk. Meglehetősen sűrű a tabella eleje, ilyen bajnokságra számítottatok? Én abszolút erre számítottam. Azt lehet mondani, hogy már látszik, hogy van 3-4 gyengébb csapat, viszont az összes többi akárhol megverheti egymást, és van kifejezetten 6-7 olyan csapat, akik közül bármelyik megnyerheti végén a bajnokságot. Nagyon sok gólt rúgott az Ibrány, plusz 30 a gól különbségetek. Játékban ott tart-e már az együttes, ahogy azt a bajnokság elén elképzelted? Most jelen pillanatban azt mondom, hogy igen. Az utolsó mérkőzés volt a múlt szezonban Tiszakanyáron. Egy-egyet játszottunk, nem az eredmény volt a lényeg, hanem a mutatott játékképe az nekem nagyon borzasztónak tűnt, és ott elhatároztam, hogy 4-5 embert ki kell cserélni a keretből mindenféleképpen, hogyha szeretnénk előrelépni játékban. Nagyon jó játékosokba sikerült belenyúlnunk, őket sikerült leigazolni, és velük sokkal labdabiztosabb lett a csapatunk, egyszerűbb a labdakihozatalunk, és nem véletlenül rúgunk ennyi gólt. Megvannak hozzá a gyors és kreatív játékosaink, úgyhogy végülis ennek tudható be ez a sok rúgott gól. Milyen körülmények között tudtok készülni, milyen az edzés látogatottság, hiszen ez is nagyon fontos azért ebben az osztályban? Hát ebben az osztályban ez nagyon meghatározó. Én azt mondom, hogy ez a magyar negyed osztály, ugye ez egy abszolút amatőr liga, de mindenféleképpen megpróbálunk profi feltételeket teremteni. A vezetőink ezt meg is teszik, hála jó Istennek, és itt követelmény, hogy kell edzésre járni, de nem, szerintem nem csak ezért járnak a srácok. Azt mondhatom, hogy egy olyan 90%-os minden edzésen az edzés látogatottság. Úgyhogy így lehet akkor erőnlétet is szerezni, meg tudást is a mérkőzésekre. Azt mondom, hogy most nem panaszkodhatunk. 6 forduló van még hátra az őszi szezonból, és az Ibrányra várnak még rangadónak nevezhető meccsek. Mivel lennél elégedett az őszi szezon végén? Én minden mérkőzést meg szeretnék nyerni, azzal lennék elégedett, hogyha a 6-ból 6-ot megnyerjük, de azt tudni kell, hogy nagyon kemény 5 utolsó mérkőzésünk van, de én szeretném, hogyha megnyernénk mindet, annak ellenére is, hogy biztos, hogy nagyon kemény meccsek lesznek. A tabella élén a 22 pontos Ibrány áll, megelőzve a 20 pontos Nagyecseret és az egyaránt 18 pontos Nyírgyulajt, valamint Tuzsért. Az alsóházban a 9 pontos Máté Szalka és a 7 pontos Kemecse kicsit ellépett a 2 pontos Nagyhalásztól és a még pont nélküli Tiszalöktől. A 10. forduló párosítása a következő: Máté Szalka Nagyhalász, Tuzsért Tiszalök, Baktalórendháza Tiszakanyár, Tiszavasvári Nagyecsed, Sényő Gyulaháza, Mándok Nyírgyulaj, Szakoly Fehérgyarmat és Ibrány Kemecse. Második bajnoki meccsét is megnyert a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese első hazai bajnokián a Szegedet fogadta, és 76-59-re legyőzte a vendégeket. Jól induló mérkőzés volt, tehát itt már rögtön az első percekben megszereztük a vezetést, és ezt folyamatosan csak növeltük. Volt már közt az első negyedben is 20 pont, utána ugye elkezdtük a cseréket becserélgetni, hogy mindenki kellő játékidőt kaphasson a pályán, akkor egy picit megtölt a rendület. A védekezésünk akadozott, ugye
a blokkokkal nem mindig úgy tudtunk menni, ahogy mi szerettük volna. A letámadás ellen aránynak sikerült jól megoldanunk a támadójátékot. Zóna védekezés viszont megint egy picit gondot okozott számunkra. Ez az, amiben még mindig javulnia kell a csapatnak, de összességében úgy gondolom, hogy mindenki kellő játék lehetőséghez jutott, mindenki megpróbálta hozzátenni azt, amit ő saját maga tud, és egy értékes győzelmet arattunk a Szeged ellen. Kik nyújtottak az átlagnál jobb teljesítményt? A Dia volt, a Pap Claudia volt az, aki szerintem sokkal többet tett most hozzá, mint amit az előző mérkőzéseket. Az Orsi hozta az átlagot, a többiek, azt mondom, hogy a Fekete Dóra is próbálkozott, a Karolinaiak is megvoltak a helyzetei. Talán még azt mondom, hogy az Angélát lehet kiemelni, a többiek azok egy átlagot hoztak, tehát ők megpróbálták azt, amit tudnak hozzátenni, de semmi olyan extrát nem sikerült, ami végül is behatárolta, hogy még nagyobb arányú legyen a győzelem. A bajnokságban egy kisebb szünet következik, mennyire jó az ilyenkor, hogy jó kezdés után rögtön ki kell hagyniak néhány napot vagy hetet a játékosoknak? Az igazság, ugye, hogy a sorsolás az úgy adódott, hogy vannak benne ilyen hézagos mérkőzések, ami alapvetően nem nagy gond, mert megfog mérkőzéseink vannak, tehát ugye azon a csapatnak a 80%-a játszik. Szalagavató van a hétvégén, ahol az egyik játékosunk érintett, a csapatot is meghívta, tehát én úgy gondolom, hogy nem gond az, hogy most pihenő van. És ugye ami a legfontosabb, hogy a Debrecennel játszunk majd itt a 25-e hétvégén, és utána megint egy hét pihenő következik. Az azért jó, mert ugye halottak napja van, és évek óta nekünk minden egyes alkalom a november 1-én mérkőzésünk volt, hát végre el tudjuk engedni a játékosokat, hogy a családdal tudjon kimenni a temetőbe, emlékezzen meg a szeretteitől. Tehát szerintem ez így most nekünk ez teljesen jó, ami hiányunk van, azt a MEFO mérkőzéseket pótolni fogjuk. Hét-1-es vereséget szenvedett a Szuperliga 5. fordulójában Zalaegerszeged a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK szombaton a több világbajnokot felvonultató Szegedet fogadja. Az elmúlt évi második helyzethez mentünk, sajnos Zalaegerszegen a csapatnak nem megy olyan jól, végül is egy pontot megszereztünk, tehát nem kaptunk ki 8-0-ra, volt egy kis sanszunk arra, hogy 6-2 legyen, de Dezső egy pár fával elmaradt a pontszerzéstől. Mire jó egy ilyen mérkőzés, amelyre azért nagyon sokat utaztok oda-vissza, és azért egy olyan csapat ellen léptek dobálásból, tudjátok, hogy nincs esély reálisan a pontszerzésre. Nekünk ez a harmadik mérkőzés volt az ősz folyamán, ahol erős csapathoz mentünk. Ugye az első a Győr, a másik a Répszalak, aki itt játszott, ez a harmadik, és most hétvégén lesz majd a szegedi itteni vendégjátéka. Ez számunkra arra jó, hogy azokkal a csapatokkal szemben felkészülhessünk, akikkel reális esélyünk van, hogy megverhessük őket. Talán el lehet mondani, hogy a Szeged a legerősebb hazai csapat, többszörös meggyőztes. Kik azok a játékosok, akiket láthatnak majd, akik kilátogatnak ide a stadion Tekecsarnokába a szegedi csapatban? Valóban a Szeged az többszörös BL győztes, világkupa győztes, tehát Európa egyik legjobb csapata az, aki most hétvégén hozzám fog látogatni. Akik kijönnek, azok szerb és magyar világbajnokokat fognak látni. Kis Norbi a magyarok egyik legjobb játékosa, vagy például a vendégcsapatban Elnyesi Róbert, vagy pedig a Kovacsics Igor, aki ifjúsági világbajnok. Tehát nagyon jó játékosokból áll a szegedi csapat. Lehet mondani, hogy ti nyomás nélkül léphettek dobóállásra, milyen teljesítményt vársz magatoktól? Szeretném, hogy a csapatfában egy kicsit előrébb lépnénk, mert már az első őszi mérkőzésünkön elég gyengén szerepeltünk, sajnos a Kaposvártól itthon kikaptunk, mint tavaly, de már a Répszalak ellen nagyobb fát ütöttünk, és szeretném, hogyha ezen a mérkőzésen felszabadult egy kicsit nagyobb csapatfa teljesítményben tetemékedek. 5 forduló telt el eddig a bajnokságban, volt-e már olyan meglepetés, amire nem nagyon lehet számítani a kezdés előtt? Tulajdonképpen a úgymond kisebb csapatoknál Szolnok az, aki számomra kicsit meglepően szerepelt, jobban szerepelt a vártnál, mivel az Zalaegerszeggel döntetlen játszott szolnoki pályán, és most idegenben nyert az Erőműnél, amire tulajdonképpen nem számoltunk. Amúgy alapvetően papírforma eredmények születnek, mert a jó csapatok tulajdonképpen hozzák a kötelezőt. Ha egy picit túlnézünk a Szeged elleni mérkőzésen, a folytatásban kik lesznek azok, akik ellen már gyűjteni kell a győzelmeket? Igen, tehát a következő héten megyünk Pétre. Azt a csapatot az elmúlt bajnokságban 2-szer megvertük, itt is, ott is megvertük, szeretnénk ezt folytatni. Tehát tulajdonképpen olyan csapatok következnek már a bajnokságban, akikkel szemben van reális esélyünk arra, hogy pontot szerezzünk, akár idegenben, akár hazai pályán is. A Vozsik program rendezvényei már egy hónappal ezelőtt elkezdődtek a megyében, már 3 tornán, illetve fesztiválon vannak túl a csapatok.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 74 egyesület nevezett be a 2015-16-os szezonra. Ezeket az egyesületeket területi elv alapján 6 alközpontba, az alközpontokat pedig mindenhol ugye 2-2 csoportot, tehát összesen a megyét 12 csoportra osztottuk. Ez azt jelenti, hogy egy csoportban átlagosan 6 sportegyesület tartozik. Ez pont annak megfelelő, hogy megfelelő létszámban és levonyítási rendben tudják megszervezni a csoportvezetők a csoportos tornákat, U11, U13-as tornákat, illetve a kisebbek részére az U7, U9-es fesztiválokat. Ahogy említett, a szeptember 12-én rajtoltunk, ez alatt az idő alatt most már 3 tornát rendeztünk az idősebb korosztálynak, tehát a 11 és 13 éveseknek, illetve 2 fesztivált a kisebbeknek, a 7-9-eseknek. Őnekik a 3. fesztivál pont most hétvégén lesz. Nagyon reméljük, hogy meg lesz tartva, hiszen azért azt meg kell jegyezni, hogy a 4 évvel ezelőtti induláshoz képest, illetve az indulástól talán ez az ősz volt eddig a legesősebb, és több tornát, illetve fesztivált el kellett halasztani hétvégén az eső, illetve a hideg időjárás miatt. Szerencsére mindegyiket sikerült pótolni, hát nagyon remélem, hogy a hátralévő tornákat, fesztiválokat az eredeti időpontban sikerül majd megrendezni. Országos szinten milyen helyet foglal ezzel a létszámmal a megye? Második-harmadik helyen vagyunk, Budapest után, és Borsod a Bohus-Zemplén megyével együtt, pont hajszál pontosan ugyanannyi egyesületünk van, illetve egyel kevesebb egyesület van Győr-Moson-Sopron megyében, úgyhogy ott előkelő helyen, előkelő pozícióban áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Mennyire népszerű az intézményi program? Az intézményi program népszerűségre egyre nő. Ez annak is köszönhető, hogy ugye hamarosan, tehát szó van erről már komolyabb szinteken is, hogy bevezetik a, nem csak a napi testnevelési órákat, hanem a labdarúgást is a középiskolában, illetve az általános iskolákban. És ennek megfelelően egyre több intézmény nevez be országos szinten a megyébe is. Soha nem volt még ennyi intézményünk, jelenleg 164 intézmény adta be a regisztrációját, és több mint 8300 gyermek fog részt venni az intézményi programba. Ennek a programnak ugye az a célja, hogy egy tehetség se vesszen el. Megyei szintű, hova kerülhetnek tovább a legtehetségesebb fiatalok? Pontosan nagyon jól fogalmazta, az intézményi program lényege, hogy egy tehetség se vesszen el, illetve az ott ügyes, jól mozgó gyerekeket folyamatosan figyelik az egyesületi edzők. Tehát úgy kell elképzelni az intézményi programot is területi elv alapján a 164 intézményt, 10 körzetbe osztottuk. Hasonló a körzetközpont, mint az egyesületi programban a csoportközpont. Egy-egy intézményi fesztiválon, tornán jelen vannak a központi egyesület edzői, és ott a legügyesebb gyermekeket meglátják, megszólítják, szülőkkel elbeszélgetnek, és bizony a legügyesebb gyerekek tovább mehetnek az adott sportegyesületbe. Aztán pedig, hogyha ott is ügyesen is jól teljesítenek, akkor természetesen központi egyesületbe kerülnek, majd onnan esetleg akár még tovább az akadémiára, vagy esetleg a megye válogatotthoz. Beszéljünk a futballnak egy másik szakágáról, a futszáról. A hét elején rajtolt el a megyei bajnokság. Hány csapattal? 8 csapattal rajtolt el 3. éve a megyei futszál férfi bajnokságunk. Ez a 8 csapat úgy jön össze, hogy a tavalyi évből 3 csapat nem nevezett. Nehezen jött össze egyébként a 8-as létszám. Az Ezüst Csikó és a Bozsik Akadémia egy közös csapatot indít, méghozzá a Bozsik Akadémia U18-as csapattal megméreti magát futszával, ez a gyerekeknek valószínűleg azért jót fog tenni, illetve más megyeként, Borsod-Abaúj-Zempléniként a Cigánd is benevezett a megyei futszában, ennek nagyon örülünk, ugye Cigánd a megye határtól 4-5 kilométerre található, tehát igazából utazási távolságban ez nem jelent semmi puszt. Én nagyon bízok benne, hogy rendben fog lezajlani a férfi felnőtt futszál megyei bajnokságunk, és ez a 8 csapat, aki elkezdi, be is fogja tudni fejezni a bajnokságot. És napok maradtak a hétfői napok? Igen, a hétfő este, mivel a futszál csapatok játékosainak jelentős része, mint egy 90% a nagypályán is futballozik hétvégén, és ugye hétköznap pedig általában ugye azért kedszert a pénteken edzések vannak, a hétfő tűnt a legnagyobb, leginkább semleges időpontnak, erre álltunk már be, NB-s szinten is erre álltak be sok helyen, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy marad a hétfő este, és ez nagy közmegelégedésre van így. Beszéljünk néhány mondatot a női fociról is. A női foci, ugye a női felnőtt labdarúgó bajnokságunk javában zajlik. Az 5. forduló küzdelme is már lezajlottak, 10 csapattal indultunk. Ugye tavaly 11 volt, most sajnos az NVSC idén nem tudott elindulni, új belépőről nem tudok beszámolni. Viszont a női focinak a háttere szélesedik. Ez egyrészt azt is jelzi, hogy egyre több kislány kezd el focizni a Bozsik intézményi programba, és ha beszéltük, hogy hova tudnak tovább lépni, szerencsére a kislányoknak is van lehetőség az intézményi programból tovább lépni, hiszen az idei évben beindítottuk a megyei leány U15-ös bajnokságot, ezt 6 csapattal tettük, és ezekben az U15-ös csapatokban már 10. életévet betöltött kislányok is szerepelhetnek, úgyhogy 10. életévtől léphetnek be. Őnekik még a félpályán keresztbe játszanak, tehát egy olyan terület, amit be tudnak játszani a lányok, úgyhogy ennek nagyon örülök,
és megmondom őszintén, hogy ez egy óriási nagy alapot jelentett a felnőtt női bajnokságba, és nagyon bízok benne, hogy pár éven belül, ennek köszönhetően, hogy elindítottuk ezt a leányúti 15-ös bajnokságot, a felnőtt női bajnokságunk létszáma is növekedni fog, új csapatok fognak bejönni. Már most vagyok tárgyalásban két új csapattal, aki belépne a leányúti 15-be a következő évben, és elképzelhető, hogy a téli tornáinkon, illetve a tavaszi egy-két tornán külsősként meg fognak jelenni, hiszen szeretnénk, hogyha minél több helyszínen megszeressék ezt a sportágat, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy a lányfoci egyre jobban fel fog virágozni a megyénkbe. Ha már a téli tornákról esett szó, az elmúlt téli időszakban nagyon sok tornát szervezett a megyei igazgatóság, most hogy álltak az előkészületekkel? Ugyanígy, nyugodtan mondhatom, hogy ezzel nem engedünk, tehát ebből nem engedünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg tornát fogunk szervezni, különböző korosztályoknak és nemeknek. Pont a héten voltunk tárgyalni a filófoci csarnokba, hiszen a legtöbb tornánkat oda visszük be. Ez elsősorban azért van, mert azért a műfős borításon mégis kényelmesebb játszani, mint esetleg egy parkettás vagy egy műanyag borításon. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, az öreg fiúk tornától kezdve a felnőtt női, a leányú 15-ös tornák is meg lesznek szervezve. Emellett ugye a nagy hagyománynak örvendő egykori homakupa, mostani nyírerdőkupa sorozat is meg lesz januárban szervezve, és ha minden jól megy, akkor azért a kinti nagypályás csapatokra gondolva a nagypályás műfős torna is meg lesz szervezve. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy tényleg sem fogunk unatkozni, tehát nem lesz olyan hétvége, amikor valakinek, valakiknek nem szerveznénk tornát. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!